kevésebb esély van arra, hogy tehát a te kéréseidet az unoka is teljesíti ebben az életkorban. Mondjuk, hogy azt mondod, hogy úgy szeretnéd végigjárni a fölújított gödöllői Sziszi kastélyt, mert amikor te jártál arra, még szovjet laktanya volt, akkor a gyerekeid azok azt mondják, hogy ja, igen, tényleg menjünk el, mert hát annyit lamentáltál rajta, hogy ez miért szovjet laktanya. Az unokád kicsi eséllyel fog elmenni erre. Mégis két okból fontos, hogy ilyet kérjél. Az egyik, hogy már hogy az unoka szempontjából fontos, a gyerekeid szempontjából mérhetetlenül fontos. Az unoka szempontjából pedig azért, mert egyrészt ez is épp úgy tematizálódik, mint az ausztrál nagynéni. Másrészt, hogyha találtok valami olyan okot, ami miatt mégiscsak neki el kéne jönnie, akkor meg el is jön, és előbb csúszik át abba a korszakba, ami nála a felnőttesdi játszás, amikor majd téged valóban elkezd a gondoskodás dimenzióba betenni. Most, hogy milyen ürügyek lehetnek? Hát az egyik az, hogy mondjuk vezessen ő, ami elég kockázatos, mert ilyenkor nagyon szeretnek vezetni, de nagyon vezetnek. A másik, hogy nagyon fáj a lábad, és ezért béreltek egy kerekes széket, és hát azt ő neki kellene tolni. Azt is nagyon szeret tologatni. A harmadik, hogy van most egy ilyen, hogy is hívják, appozíció, vagy apponyi, vagy applikáció a telefonon, és arra le lehet tölteni a kastélynézésnek a szövegét. De hát apu meg anyu azt nem tudják letölteni, mert az olyan kütyű. Szóval, hogy ha olyan érvet találsz, ami beleillik az ő életvilágába, és olyasmit találsz, ami miatt ő ott szükségesnek, fontosnak érzi magát, akkor az már teljesen más, mert hiszen az már beleillik az ő kortárs közösségébe is, hogy képzeljétek, a nagyit tologattam körbe, és hogy azért ugye a fegyverterem táján rágyósítottunk a kerekes székkel, aztán többen félreugrottak, hát egynek meg nem sikerült.